ezzel tartom távol magam. Könyökömmel. Egy jó fogással nem csak tolni lehet, hanem húzni is. A birkózás egyik apró trükkjét tanítja épp Bárdosi Sanyi, olimpiai ezüstérmes birkózó. Fél évvel ezelőtt Buda Jenőre csábították barátai, hogy ismét foglalkozzon kedvenc sportjával. Azóta 150 fiatalt tanít a nagybetűs életre a szőnyegen. Ide a csibész gyerekeket kell elhozni, akikkel nem bír senki, akik renitensek, aki rossz, mint az ördög. Mert én igazán a jó gyerekkel sokat nem tudok kezdeni. A rossz gyerekkel tudok. És rohadt jól érezzük magunkat itt délutánonként együtt. Együtt a boxolókkal és a kempósokkal. Ott jártunk, kor épp a keleti harcművészet rejtelmét oktatták a fiataloknak a terem másik sarkában. Tradicionális karatétól abban különbözik, hogy egy komplex rendszer, ami azt jelenti, hogy az álló harctól a földrevitelig, ott rögzítés, leszorítás, folytásig minden megtalálható benne. Gyakorlatilag egyben található meg a Thai box, a judo, a jitsu, a birkózás, a box, tehát mindennek egy ilyen komplex egyvelege. Az iskolásoknak ráadásul nagyobb szükségük van ezekre a fogásokra, mint gondolnánk. Én meg kellett magamat védenem az iskolában, mert általában így voltak ilyen konfliktusok is azért. Verekedtem egy kicsit nálam nagyobb gyerekkel, és akkor hát így verekedtünk, és ennyi volt. És tudtál olyan fogásokat alkalmazni, amit itt tanultál? Például, amikor levittem a földre. A szőnyeg másik felén nagy elánnal tart az edzés. Sanyi csípős beszólásokkal és Bárdosi féle cigánykerekekkel lelkesíti csapatát. A sport mellett a bajnok komoly nevelői szerepet is betölt, nemrég jó útra terelte egyik tanítványát. Hogyha még egy intő van, akkor oda ki fogsz ülni a padra, és nincs edzés. Addig, ameddig nem javítasz a suliba, stb. Intők azok nullára redukálva. Csajoknak segítünk, a tanárnéninek, stb. Nem kell nyalni, csak legyünk normális emberek. Vannak szülők, akik a szőnyegtől pár méterre szorítanak, Henriett egyből három gyerekének is. Mind a három kempóval kezdett, és most ősszel egyesületet váltottunk, és akkor a legkisebb azt mondta, hogy ő csak a birkózáshoz szeretne foglalkozni, másik kettő pedig maradt a kempónál, illetve boxolnak. De vannak szülők, akik kedvet kaptak a mozgáshoz, ők is beálltak edzeni a fiatalabbak közé, olyannyira, hogy egyikük, aki mellesleg a Corvinus Egyetem tanára, már a sárga övő vizsgájára készül, ami nem tűnik egyszerűnek. Rengeteg mindent kell tudni, van erőlét benne, futni kell, fekvőtámaszokat kell csinálni, húzackodás, tolózkodás, vannak ütések, rúgások, formagyakorlatok, de sok mindent kell tudni, és ami szintén nehézség az, hogy japán neveket mondanak, és össze kell kapcsolni fáradtan az embernek, hogy melyiképpen mit jelent. A kisebbek egyelőre bukfencből vizsgáztak jelesre. Bukfencezünk, cigánykerekezünk, meg ilyenek. Melyik a kedvenced? A bukfenc. Megmutatod nekem? Gyere, bukfencezz egyet! Megfogadtam, hogy addig nem leszek edző, amíg nem tudom azt visszaadni a gyerekeknek, amit én kaptam az öreg mestertől. Hát ez ma sincs, tehát nem állunk jobban ezzel a dologgal, mert én úgy érzem, hogy nem tudom visszaadni azt, amit én az öregtől kaptam, de nagyon igyekszem, és ez egy hosszú folyamat, hogy az ember jó edzővé váljon. Sziasztok! Hajrá, reggel is tart!